Mégsem volt 15 millió a Nokia-s dobozban. Visszavonta a BKV korábbi vezérigazgatója a Hagyó Miklósra tett terhelő vallomását a bíróságon. Balogh Zsolt, aki korábban többször is beszélt az egykori szocialista főpolgármester helyettesnek személyesen átadott milliókról, csütörtökön azt mondta, azért tett súlyosan terhelő vallomást a politikusra, hogy őt ne tartóztassák le, mint a többieket. Hagyó Miklós az eljárás kezdete óta tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. 5 évvel ezelőtt robbant ki a botrány. A BKV volt vezérigazgatója először a Magyar Nemzetben, majd a Hír TV-ben nyilatkozta, hogy csak rajta keresztül 70 millió forint jutott el Hagyó Miklós, korábbi szocialista főpolgármester helyetteshez. Konkrétan én egy alkalommal adtam át 15 millió forintot. Milyen formában? Hát ebben a Nokia-s dobozban közvetlenül a Hagyó úrnak. Nem sokkal a 2010-es választások előtt tálalt ki a volt vezérigazgató, amit vizsgálatok, majd rendőrségi nyomozás követett. A rendőrök májusban a lakásán vették őrizetbe Hagyót, akit később előzetes letartóztatásba helyeztek. Hagyó Miklóst azzal vádolták meg, hogy bűnszervezet vezetőjeként 2007. január és 2008. augusztusa között milliárdos kárt okozott a BKV-nak. Az ügyészségen 2010 őszén szembesítették Hagyó Miklóst és Balogh Zsoltot. A vezérigazgató akkor fenntartotta állításait. Azt mondta, elvesztettem az állásomat, tönkrement az egzisztenciám, azzal a bűntudattal, amit ti okoztatok, nem voltam képes élni, ezért mondtam el az igazságot. Ezt a videót vetítették le tegnap a Kecskeméti törvényszéken, ahol az ügyet tárgyalják. Ezek a felvételek még a per kezdetén készültek, a vádlottakról akkor már nem lehetett vágóképet készíteni. Tegnap Balogh Zsolt, aki a per negyedrendű vádlottja és eddig nem tett vallomást, azt közölte, Hagyó Miklós semmilyen törvénytelenségre nem utasított, neki semmilyen pénzt nem adtam át. A kérdésre, hogy miért mondja vissza korábbi vallomását, úgy válaszolt, korábban azért vallott Hagyó Miklósra, hogy ne tartóztassák le, mint a többieket. A híradónk megkereste az ELTE jogi karának docensét, hogy megtudjuk, milyen következménye lehet a fordulatnak. Kabodi Csaba elmondta, tanúknál, mondjuk családi ügyekben megsemmisíthetik a korábbi vallomásokat, vádlottaknál viszont nincs így. Terhelt vallomás az nem semmisül meg, hiszen eredetileg figyelmeztették arról, hogy amit elmond, mind ellene felhasználható. Figyelmeztették a hamis vád következményeire, tehát ő nehezebben szabadul ebből a körből. Ráadásul egy büntető perben vannak egyéb bizonyítékok, más vallomások, amelyeket a bíróság szintén megvizsgál az ítélet meghozatala előtt. A bírónak pedig az indoklásban ki kell térnie arra, hogy milyen bizonyítékokat vett figyelembe a döntésekor, és miért. Zsarolás, hűtlenkezelés, vesztegetés, több bűncselekmény is szerepel a vádiratban, ami szerint 1,5 milliárd forintos kár érte a BKV-t. A bírósági eljárás szereplői, ügyvédek, ügyészség, bíróság nem akart nyilatkozni, a következő tárgyalás jövő hét csütörtökön lesz. Borsod István, RTL Híradó, Budapest.